Kevesebb vásárló, leginkább az extrém hideg miatt emelkedtek a zöldségárak. Néhány keresett zöldségféle kétszer-háromszor olyan drága, mint tavaly ilyenkor. Házasság hete. Folyamatosan nő a házasságkötések száma Magyarországon. 20 éve nem házasodtak annyian, mint 2016-ban. Térítésmentes segítség. Az OEB 15 új, a rákgyógyításban alkalmazott gyógyszert fogadott be az év elejétől. Leginkább az extrém hideg miatt emelkedtek a zöldségárak. Néhány keresett zöldségféle kétszer-háromszor olyan drága, mint tavaly ilyenkor. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A magyar piacot ősztől tavaszig friss zöldségekkel ellátó észak-afrikai és dél-európai termelők a termésük felét is elveszíthették a szokatlan zord időjárás miatt. Ezért drágultak az importtermékek, így a vásárlási kedv is visszaesett. A hazai téli zöldségellátásban a külföldről behozott termények aránya most 90-95%. A hideg okozta minőségi és mennyiségi romlás miatt azonban drágák az itthon kapható import zöldségek. Körülbelül egy olyan 100 és 200%-kal növekedtek a fogyasztói zöldségárak az elmúlt év azonos időszakához képest. Ennek az a legfőbb magyarázata, hogy először decemberben az észak-afrikai országokban, itt Marokkó, Tunézia, Jordánia volt egy nagyobb hideghullám, majd januárban, hogy nálunk is, egész Európában a déli országokat érintette, itt gondolok Spanyolországra, Dél-Olaszországra, Szicíliára, valamint Franciaország déli részére. Természetesen az egyes zöldségfajoknál azért ez nem egységesen jelentkezett. Legjobban az úgynevezett levélzöldségeknél jelentkezett, itt gondolok például, kiemelném a jégsalátát, karfrót is ide lehet számolni, ahol borzasztó árak alakultak ki. De a többi melegigényes kultúránál, itt gondolok a paradicsomra, paprikafélékre, cukkínira, uborkára, ott is jelentős áremelkedések következtek be. Igen, drága volt az elmúlt napokban a cukkini, a hétvégén még 2000-2200 forintért lehetett 1 kg-ot vásárolni belőle, mellette a brokkolit is magas áron 1800 forint per kilogrammos áron lehetett vásárolni. Már most ahogy enyhült az idő, így esett a brokkolinak is az ára, ami 1200 forint kilója lett, illetve a cukkininek is, ami szintén 1200 forint lett. Hát ez általában ugyanúgy, mint Olaszországban is hideg van, hó van, onnan jön legtöbb ilyen termékünk, és ott is hiány van belőle, ugyanígy a paradicsomból is. Mivel drágultak a zöldségek, a vásárlási kedv valamennyivel visszaesett. A vevők igyekeznek az alacsonyabb áru zöldségeket keresni. Primőr áruk, az nagyon drága. Hát a mi pénzünk köz drága. Én szerintem kicsit drágábbak a zöldségek, mint tavaly. Az eladók szerint a zöldségárak pár hét múlva csökkennek. Szerintem mindenképpen, hogyha magyar áru bejön, változni fog az ára. Mindenképpen. Ha magyar áru is drága lesz a tavalyi évekhez képest, de viszont az import akkor szerintem vissza fog esni egy kicsit. A termelők az árak és az idő enyhülését is várják, sok zöldségfélét nem tudtak megfelelően átteleltetni. Krumplira is például több mint három hete egyfajtában fűtünk, azért annak is drágább lett az ára, nagyon sok fagyos áru lesz ebből kifolyólag most már. Hát zöldségságrépa árak nem változott, hogy karácsony óta egyfajtában annyi az ára. Kettő voltak már drágább árak is, 2000-ben 1500 körül volt egy kiló zöldség ára, most azért 800 forint egy kiló zöldség, tehát ez viszonyítás kérdése. De rengeteg a káposzta, mindenkinek odafagyott, nekünk is ott vannak letakarva, mert mindig ilyenkor át lehetett teletetni a káposztákat, és most sajnos sok mindenkinek odafagyott a zöldségfélék. Az őstermelők a hideg miatt egyelőre nem tudták elkezdeni az ültetéseket, így a palántákra és a friss, már olcsóbb hazai zöldségekre bőven várni kell még. Folyamatosan nő a házasság kötések száma Magyarországon. 20 éve nem házasodtak annyian, mint tavaly. 2016. januárja és novembere között csak nem 49 ezer pár járult az anyakönyvvezető elé. Azonban átlagosan 5 évvel idősebben lépnek frigyre először a párok, mint 2000-ben.
Négy kontinens mintegy 30 országában rendezik meg évről évre a házasság hetét. Ennek apropóján a Központi Statisztikai Hivatal adatösszegzést tett közzé. Abból kiderül, hogy az elmúlt évtizedek mélypontját a 2010-es év jelentette, akkor egy év alatt 35.520 pár járult anyakönyvvezető elé, 2016 első 11 hónapjában már közel 49.000-en kötöttek házasságot, ez a szám a decemberi adatok nélkül is több, mint a 2015-ös egész évi adat. A házasságkötések száma egy az 2015-ös évhez képest a nyíregyházi lakosok tekintetében 15%-os emelkedést mutat. Ez az események számában nem 15%, ez attól valamelyest kevesebb, hiszen egy házasságot egy férfi és egy nő köt, azaz egy esemény két szemét takar. 2011-től 2016. december 31-ig pedig egy folyamatos emelkedésről beszélhetünk. A házasság hete alkalmából Nyíregyházán a Sóstói tó mellett adták át a házaspárok útját. 16 megállónál különböző szövegű táblákat követhetnek végig a szerelmesek. A házaspárok útja az 16 stációból áll, és a házas élet különböző szakaszait dolgozza fel. Bibliai idézetek és beszélgetésre ösztönző kérdések azok, amelyekkel találkozhatnak a stációt végigjáró házaspárok, segítve ezzel a házas életük feladatait, problémás helyzeteit és a gyermeknevelést. A stációkat örökbe is lehetett fogadni, Fekete Sándor és Rieder Rita 7 év házasság után döntöttek úgy, hogy a nyíregyházi kezdeményezés mellé állnak. Ők ezt az állomást fogadták örökbe. Amikor meghallottuk ezt a kezdeményezést, és elolvastuk az összes stációt és a hozzátartozó állomásnak az elnevezését, akkor a férjemmel, amikor átolvastuk, akkor a hármas stáció ragadott meg minket első hallásra, mely az életet adunk, életet kapunk stáció, és ezt azért is tartjuk nagyon fontosnak, mert három gyermeket nevelünk, és a gyermekáldás fontossága az most a mi életünkben a legfontosabb. A KSH közzétette az első esküvő időpontjának változásait is, az átlagos életkor a házasságkötés szempontjából másfél évtized alatt 5 éves emelkedést mutat, hiszen míg 2000-ben a férfiak átlagosan 27, a nők pedig 24-25 évesen álltak oltár elé, 2015-ben a férfiak több mint 32, a nők pedig közel 30 éves korukban szánták el magukat a házasságra. Az OEP 15 új, ha rákgyógyításban alkalmazott gyógyszert fogadott be az év elejétől. A gyógyszerek 4 onkológiai terápiás területen jelenthetnek térítésmentes segítséget a daganatos betegségben szenvedők számára. A prosztata, a tüdődaganatok, a melanóma és az onkohematológiai betegségek kezelésében a gyógyszerekhez már nem szükséges méltányossági kérelem, hozzáférhetnek az új készítményekhez a betegek. Ez az úgynevezett citosztatikus labor a József András Oktató Kórházban. Itt készülnek a daganatos betegségek kezelésére szolgáló terápiás gyógyszerek. A már diagnosztizált tumoros betegségekben szenvedők számára itt állítják össze az egyéni gyógyszeres terápiát. Az innovatív gyógyszeripari kutatásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a korábbinál hatékonyabb onkológiai készítmények kerülnek be a rákos betegek terápiájába. Világszerte sok új készítményt törzskönyveznek, de ezek sokszor nagyon drágák. Most döntően immunterápiás és részben kemoterápiás, valamint hormonterápiás gyógyszereket fogadott be az OEP. Betegeink ezen gyógyszeres kezelések révén lényegesen közelebb jutnak a betegség túléléséhez, illetőleg a másik érdekessége a történetnek, hogy ezek olyan készítmények, amelyeknek meglehetősen magas az áruk. Ezt úgy kell gondolni, hogy 1 millió forint és a fölötti havi gyógyszerköltségről van szó egy-egy beteg esetében. Döntően nagyobb mennyiségben kaptak támogatást prostatatumoros betegeknek, néha használt hormonterápiás készítmények, illetve izotópterápia és immunterápiás készítmények kerültek bőrgyógyászatban, pulmonológiai tumorokban és gasztroenterológiai tumorokban támogatásra.
A főorvos elmondta, hogy az újonnan támogatott készítményekhez már nem kell méltányossági kérelem. Ezek főként a negyedik stádiumú betegeknek jelenthetnek segítséget életkilátásaikban, életük meghosszabbításában. A daganatos megbetegedések száma emelkedik itthon. Évente 60-80 ezer új rákos megbetegedést diagnosztizálnak Magyarországon. A szakemberek továbbra is hangsúlyozzák, fontosak a szűrések, mert ha minél korábban fedezik fel a betegséget, annál nagyobb a gyógyulás. A témával kapcsolatban további részleteket 35 perc című műsorunkban láthatnak ma este. Még nehezebb helyzetbe hozza a kormány a szegényeket, jelentette ki tájékoztatóján Halmi József, az MSZP megyei alelnöke. A politikus példaként említette a rokkant nyugdíjasok szerinte megalázó felülvizsgálatát, az önkormányzatok segélyre és közmunkára fordítható összegének csökkentését. Halmi József az egészségügyi hozzájárulás változásával sem ért egyet. Egy egészségügyi konferencián, igaz nem a kormányzat szájában, ott az egyik előadó szájában hangzott el, hogy egy 11.500 forintos egészségügyi hozzájárulási díj bevezetése lenne célszerű. Ez felháborító, mert hogy a szocialista kormányok alatt bevezetett 300 forintos vizitdíj miatt háborgott a Fidesz és népszavazás kezdeményezett is eltörölte. Szükség van a köztisztviselői illetmény alap növelésére, ennek terhét pedig nem az önkormányzatoknak, hanem a központi költségvetésnek kell állnia, mondta el a Jobbik megyei elnöke szerdai nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Adorján Béla kifejtette, a jelenlegi 2008-tól változatlan 38.650 forintos illetmény alap növelésére egy tavalyi törvénymódosítás ad lehetőséget. A jogszabály szerint azonban az ehhez szükséges pénzösszeget saját erőforrásból kell kigazdálkodnia az önkormányzatoknak. Sok helyhatóságnál azonban nincs erre a célra pénzügyi fedezet. Nagyon furcsa módon Pintér Sándor belügyminiszter úgy terjesztette elő a köztisztviselői illetmény alap növelésének lehetőségét, hogy annak teljes terheit az önkormányzatokra róná. Én azt állapítottam meg, és a Jobbik szakmai munkacsoportja azt állapította meg, hogy a 3200 önkormányzatból legfeljebb 200 képes arra, hogy önerőből megemelje ezt az illetmény alapot. És én a véleményem szerint nem is az ő dolguk. Központi finanszírozási kérdés. Tömegbaleset történt tegnap este a 38-as számú főúton Nyírtelek közelében. Egy betegszállító és két személyautó ütközött össze. A balesetben egy ember súlyos, hat pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, köztük több gyermek is. Az egyik személygépkocsi az árokba csapódott. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a főút érintett szakaszát. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Rendkívüli lemaradásban vannak a hazai vállalkozások digitális eszközhasználat tekintetében európai társaikhoz képest, hangzott el a Vállalkoz Digitálisan program nyíregyházi rendezvényén. Az informatikai fejlesztésekre március 8-ától egy közel 45 milliárd forintos GINOP program nyílik, ennek segítségével javíthatnak a KKV-k hatékonyságukon és versenyképességükön. Kevésbé látják a lehetőséget a digitális eszközökben a hazai vállalkozások. Európai szinten például Magyarország az utolsó helyen áll az ügyfélkapcsolati rendszereket nyilvántartó szoftverek használatában. Hangzott el a Vállalkoz Digitálisan projekt nyíregyházi előadásán, pedig a számítógépek, táblagépek és a vállalatirányítási rendszerek nagy mértékben hozzájárulnának egy cég működéséhez és versenyképességéhez. A programunknak az egyik legfontosabb pillére ez a tanácsadás, ez az audit, amely keretében a vállalkozások informatikai helyzetét a tanácsadóink a helyszínen, a vállalkozások székhelyén, illetve telephelyén teszik meg, világítják át, és ennek segítségével javaslatok, ennek köszönhetően, vagy ennek eredményeként egy javaslatot tesznek a fejlesztésekre, és a vállalkozások ennek segítségével tudnak hatékonyabban működni. A tanácsadóink javaslatára egy digitálisan felkészült vállalkozás minősítés kerül kiadásra. Ennek a birtokában a vállalkozások plusz 5%-os visszanemtérítendő támogatást érhetnek el a március 8-tól beadható GINOP 322 névre hallgató pályázatok keretében. Erre a pályázatra közel 45 milliárd forintos forrás érhető el. A vállalkozások 1 millió és 20 millió forint közötti összegeket igényelhetnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tízezer cég működik, ezek közül számos mezőgazdasági mikrovállalkozás. A program mindegyikük számára előnyökkel járhat méretétől függetlenül. Az informatikai fejlesztés több szempontból is fontos lenne, közölte Pekó László, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke.
Hogy most beszélünk arról, hogy minimálbér emelés, akkor láthatjuk azt, hogy keresik a lehetőséget arra, hogy hol tudunk költséget csökkenteni. A költségcsökkentés a versenyképesség egyik fontos feltétele, hogy az emberi munkaerő helyett, ha tudunk, akkor alkalmazzunk minél modernebb technikát, használjuk az informatikai lehetőséget. Szerintem ma ebben a helyzetben, megyénkben is, és döntően mi kis vállalkozások hátrányban vannak. Ezzel próbálunk segíteni, hogy az ország különböző megyében, megyénkben is tartunk rendezvényeket. A figyelemfelkeltő rendezvénysorozat másfél éve indult. Ez idő alatt a különböző rendezvényeken keresztül már 10 000 vállalkozáshoz ért el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozz Digitálisan programja. Két érmet szereztek a nyíregyházi röplabdázók a Magyar Kupa döntőjében. A nőknél a Fátum Nyíregyháza a Jászberény legyőzésével a harmadik helyen végzett. Az ülő röplabdázóknál pedig a Nyíregyházi Sportcentrum együttese szettveszteség nélkül nyerte el a kupát. Az elmúlt hét végén Érden rendezték a röplabda férfi és női Magyar Kupa döntőt. A hölgyeknél a Békés Csaba a Vasas legyőzve szerezte meg az aranyérmet, a bronzmérkőzésen pedig a Nyíregyháza és a Jászberény lépett pályára. Az első szett 26-24-re a jászságiaké lett, a folytatásban viszont 21-re, 17-re és 21-re 3 játszmát nyert zsinórban Horváth András együttese, amely sikerével megszerezte a harmadik helyet. Kevesebbet hibáztunk talán, a védekezésünk is jobban összeállt, tudtunk váltani bizonyos játékelemekben, amire nem reagált úgy a Jászberény, ahogy azt vártuk, talán ez segített bennünket. A nyíregyházi együttes ebben a szezonban a bajnoki meccseken minden alkalommal legyőzte a Jászberényt, ettől függetlenül a csapatkapitány szerint nem mehettek biztosra a bronzmérkőzésen. A Magyar Kupa mindig kicsit másabb, mint egy bajnoki mérkőzés, sokkal jobban kell koncentrálni, úgyhogy egyáltalán nem tudtuk ezt mondani, hogy sima lesz. Sajnos ugye az előtte levő két hét is megnehezítette a helyzetünket, hogy nem tudtunk úgy készülni, majdnem minden nap, minden, ugye sérülés is volt, betegségek voltak, nem tudtunk teljes egészébe felkészülni, de ezt próbáltuk félretenni és nem foglalkozni ezzel, ezt nem is nagyon hoztuk le előtte a sajtóba, mert tényleg ezt nem tudtuk kifogásnak hozni. Ott a mérkőzésen azt hiszem már mindegyikünk tudta, hogy mi az, amit bele kell tenni a mérkőzésbe, mi az, amivel el tudjuk hozni a bronzérmet. Az elején nem jól kezdtünk, de hála jó ég a második szedben magunkra találtuk, és tényleg csapatként küzdve el tudtuk hozni, és hát nagyon örülök a sikernek. Az ülőröplabdázók kupadöntőjének agárd adott otthont. A nyíregyháziak a csoportmeccseken egyaránt 2-0-ra verték a Vasast, a Tatabányát és a Nagykanizsát. A fináléban a Vác ellen 3-0-ra győztek Vitéz Gáborék, így 25. alkalommal került Nyíregyházára a Magyar Kupa. A legnagyobb probléma talán az volt, hogy hiányoztak emberkeink, akik abból ráadásul ugye a kezdőjátékos is volt, egy centerjátékosunk, akit nem olyan könnyű pótolni, mert ezen a poszton azért nekünk van hiányunk, de megoldottuk ezt a feladatot. Talán még ami nehéz volt, az ugye a korai indulás, hajnali kelés, egész napot 3-4 meccset letudni, és ugye a legerősebb ellenféllel játszunk a legvégén, és még azt mondom, hogy talán ilyenkor az a legproblémásabb, hogy mindenki minket akar megverni. Most természetesen a Váci csapat is nagyon felspanolta magát, főleg, hogy a Kikindát meglepetésre sikerült elkapnia, és azt hitték, hogy itt más babér is terem még nekik aznak. A folytatásban mindkét csapat a bajnokságra koncentrál. A tabellán jelenleg második helyen álló hölgyek célja az éremszerzés, az ülőröplabdázók pedig bajnoki címet szeretnének ünnepelni a szezon végén. Változatlan kerettel vág neki a női kézilabda NB2 tavaszi szezonjának a Kölcsey díjese. Hadobás István jelenleg negyedik helyen álló együttese szeretne felkapaszkodni a dobogóra. A kölcseiek vasárnap a Mezőkeresztest fogadják. Bő két hónap szünet után folytatódik a bajnokság a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában. A tabellán negyedik helyen álló Kölcsey díjese felkészülése nem volt zavartalan, ennek ellenére a csapat edzője Hadobás István bizakodva várja a tavaszt. A 26. NB szezonjában szereplő diákcsapat a bajnokság végére legalább egy helyet szeretne előrébb lépni a tabellán. Nyugodtan várjuk a rajtot. Próbáltunk jól felkészülni, voltak nehézségeink, elsősorban betegségekre és sérülésekre gondolok, de hát ez tulajdonképpen minden csapatot sújtott, úgyhogy ez nagyjából természetes. Inkább a nagyobb gondot az jelentette, hogy nagyon nehéz edzőpartnert szerezni. A környéken kevés a csapat, vagy a konkurens ellenfelek, akik nem szívesen vállalnak ellenünk mérkőzést, a megyebeli csapatokkal éppen, hogy
sikerül zöldágra vergődni. Úgyhogy a legnagyobb gondot ez jelentette, de én nagyon remélem, hogy azért sikerül jól felkészülni, és jók leszünk a bajnokságban. A felnőtt csapatot játékosként erősítő Márkus Gizella a tabella élén álló junior együttes edzőjeként bizakodva várja a rajtot. Nagyon jó felkészülésük volt a juniorjainknak, hiszen a junior nemzetközi utánpótlás tornán vettek részt. Ott nagyon jó képességű csapatokkal találkoztak, román, szlovák és ukrán csapatokkal. Ott a negyedik helyezést értük el, de nagyon sok külön díjasunk, gólkirályunk lettek a csapatból. Illetve most voltunk egy kulcsjelent emléktornán a hétvégén, vasárnap, ahol pedig az első helyet érték. Úgyhogy nagyon sok meccset játszottak a lányok, úgyhogy sok rutint szerezhettek és felkészülhettek a hétvégén induló bajnokságra. Miközben a bajnokságban szereplő csapatok többsége igyekezett erősíteni a téli szünetben, a költségdíjese változatlan játékos kerettel várja a tavaszi nyitófordulót. Hallottam a megyebeli vitkáról, ismét külföldi játékos igazolt, NB1B-ből vagy NB2-es oldalágról, Debrecenből is igazolt. Általában ez a jellemző, ránk nem, most sem igazoltunk természetesen, vagy nem természetesen, de így van. A saját jól bevált receptünk alapján az önálló utánpótlás nevelésünkre elsősorban arra alapozunk, úgyhogy nagyon tehetségesek a lányok, fogékonyak, szépen dolgoznak, úgyhogy én nagyon bízom bennük, és nem is gondoltam arra, hogy bárkit is megkeresek átigazolási ügyben, mi nem ezt az utat járjuk. A költségdíjese vasárnap a mezőkeresztes csapatát fogadja. A megyebeli együttesek közül a Vitkese szombaton az Alsó Zsolcát látja vendégül, a listavezető Máté Szalka MTK pedig vasárnap a Debrecen második csapatához látogat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. Leginkább az extrém hideg miatt emelkedtek a zöldségárak, néhány keresett zöldségféle kétszer-háromszor olyan drága, mint tavaly ilyenkor. A magyar piacot ősztől tavaszig friss zöldségekkel ellátó észak-afrikai és dél-európai termelők, de a termésük felét is elveszíthették a szokatlan zord időjárás miatt, ezért drágultak az importtermékek, így a vásárlási kedv is visszaesett. Folyamatosan nő a házasság kötések száma Magyarországon, 20 éve nem házasodtak annyian, mint tavaly. 2016. januárja és novemberek között csak nem 49 ezer pár járult az anyakönyvvezető elé. Azonban átlagosan 5 évvel idősebben lépnek függre először a párok, mint 2000-ben. Az OLEP 15 új, a rákgyógyításban alkalmazott gyógyszert fogadott be az év elejétől. A gyógyszerek 4 onkológiai terápiás területen jelenthetnek térítésmentes segítséget a daganatos betegségben szenvedők számára. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 15-én szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik weboldalunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk. A Kárpát-medence időjárását továbbra is anticiklon alakítja. Folytatódik a csendes, nyugodt, eseménytelen idő. Gyengén felhős, napos és borult, ködös területek egyaránt előfordulnak. Az éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, párás, ködös idő várható. Húszálingózás, ónos szitálás egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában -3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás, ködös idő várható. Húszállingózás, ónos szitálás egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Front hatás nincsen térségünkben. Pénteken egy hideg front éri el hazánkat, amelynek hatására túlnyomóan borult lesz az ég. Kisebb esőre, helyenként ónos esőre is számíthatunk. Hétvégén csak lassú javulásra számíthatunk. Északon többfelé kisüthet a nap, de maradnak tartósan felhős, ködös területek is. A jövő héten tovább csökken a felhőzet, egyre több helyen számíthatunk napsütésre. A hét közepéig tovább erősödik a nappali felmelegedés.